Jó estét kívánok! Önök a Fehérvár Televízióban a Paletta kulturális magazinunkat látják december 3-án, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak, méghozzá majd a Sík Sándor konferenciáról. Vaklár Lajos vendége Bakonyi István irodalomtörténész lesz. Ezután ellátogatunk majd az Otti manufaktúrába, majd egy színházi bemutatóba nyerhetünk bepillantást Závodszky Noémivel. Végül pedig megismerkedhetünk a mézes kalács készítés titkaival. Tartsanak velünk! Embernek lenni, csak embernek lenni, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, földszülte földnek, és Isten lehet-e szépnek. Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Sík Sándort idéztem, hiszen tegnap a Városházán az Égisz Kulturális és Művészetekért Alapítvány segítségével egy olyan előadássorozatnak lehettünk tanúi, amely Sík Sándorra emlékezett. Vendégem pedig Bakonyi István József Attila díjas irodalomtörténész, aki előadóként ott volt a tegnapi találkozón. Tisztelettel köszöntelek. Nos, hát Sík Sándorról nagyon sok mindent lehet mondani. Annál is inkább, mert hogy méltatlanul elfeledett költőnk, esztétánk ő, és azt hiszem, hogy egy kicsit rendbetettétek ezt a dolgot. Igen, 130 éve született, ez volt az alkalom hozzá. Egyébként az ilyen születésnapok mindig jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a általad is elfeledetnek tartott vagy hitszerzőket ébren tartsuk. Hozzá kell tennem, hogy nem csak ő van a háttérben, hát számos nagy életmű alkotójáról alig beszélnek. Most eszembe jutott a napokban Déri Tibor például. Déri Tiborról talán az jut eszükbe az embereknek, hogy képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, de hát óriási a regényíró életműve. Lehetne sorolni még a példákat, és kétségtelen Sík Sándorról is viszonylag kevés szó esik. Ha már egy idézettel kezdtem, akkor hadd idézek én is valamit, ugyanis a magyarság tudatáról van egy nagyon szép vallomása. Annak a Sík Sándornak, aki egyébként zsidó származású katolikus pappá nőtte ki magát. Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés. Senkit sem tesz magyarrá még az sem, hogy a vére magyar, sőt még az sem, hogy magyarnak vallja magát. A magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgetett cselekvésével úgy kell kiküzdenie. Magyarnak lenni erkölcsi lendület. Magyarnak lenni hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy Isten akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni gondolatot. Azért tartom mindezt fontosnak, mert európaiságról, magyarság összefüggéseiről sokszor beszélünk manapság, és hát az az igazság, hogy a legnagyobb írók és költők, mondjuk eszembe jött Márai, úgy voltak magyarok, hogy közben európaiak is tudtak lenni, és sokakat másokat is említhetnék, és ide sorolható Sík Sándor életmű és magatartása is. Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen említetted, hogy zsidó származású volt, viszont az első világháborúban már tábori lelkészként szolgált, és végig kitartott a hite mellett. Arról nem beszélve, hogy egy évtizeddel később pedig a Szegedi Egyetemen, mint tanár, nagyon sokat tett azért, hogy a nemzeti identitás, amit oly gyakran emlegetünk, az megmaradjon. A költészetében ez hogy jelentkezik? Ha már költészet, akkor most a Radnóti is eszembe jut, hiszen ő keresztelte meg Radnóti Miklós annak idején, hasonló származásról beszélünk. Tehát a költészetére sok minden jellemző, ugye itt először is meg lehetne nézni azt, hogy a úgynevezett istenes költészet az milyen sokféle, a magyar és nem magyar irodalomra egyaránt. Vannak olyan versírók, akik olyan verseket írnak, amelyek, jobb szó, ilyen azt szoktam mondani, hogy hitbuzgalmi versek, amelyek nagyszerűen használhatók miséken, istentiszteleteken, ünnepségeken, de azért az igazi költészet ezen túl szokott lépni, mondjuk Pirinszky, vagy Babits, vagy sok más Adi, sok más példát is lehetne hozni különböző felekezetekből. Ugye most egy katolikus és egy protestáns költőt hoztam. Sík Sándor költészetére azt hiszem, hogy az jellemző, hogy túllép ezeken a ünnepélyekre szabott formákon, tartalmakon, és tényleg a magyarságról, a hitéről, a európaiságról maradandó alkotásokat hozott létre. Én a Te Deum című versével foglalkoztam ezen a konferencián, ami azt hiszem, hogy azért is nagyon fontos, mert amiről beszéltünk az előbb, meg amiket ezek a vallomások jeleztek,
ebben nagyszerűen megnyilvánul. Egyébként hozzáteszem, hogy ezt a verset először én kórusműként hallottam. Kodály Zoltán ugyanis megzenésítette ezt a Te Deum című verset, és egy nagyszerű kórusművel teremtett belőle. Éppenséggel a Lovre Karcsi féle fehérvári kórustól hallottam életemben először, és én a verset addig nem is ismertem, ez ugye a 90-es évek eleje lehet. És rájöttem arra ugyanakkor, hogy ez sokkal több, mint énekkari, vagy ha tetszik, dalszöveg, hiszen a hitét, a identitását, a hűséget és a hálát nagyon pontosan fogalmazza meg. Nagyon fontos volt, hogy az előadók a tegnapi találkozón azokat a szeleteket vették górcső alá Síkh-Sándor életéből, amelyek előttünk már-már ismeretlenek. Gondolok itt, egy kicsit említsük meg Szörényi professzort, mert nagyon sokat köszönhetünk neki, hogy találkozhattunk vele. Hát Szörényi László egyik legismertebb magyar irodalomtudósa, úgy tetszik, professzor, az irodalomnak egy nagyon pontos ismerője, és örülök annak is, hogy itt lehetett, hiszen egyrészt Síkh-Sándorról rengeteg mindent tud. Egyébként a költészetnek és a magyar hagyománynak, mármint a Síkh költészetnek és a magyar hagyománynak a viszonyáról beszélt, és nagyon sok kitekintés is tett a kortársakra. Például itt Fehérváron elmondta azt is, hogy Síkh-Sándor katolicizmusában, hitében nagyon meghatározó volt a Prohászka élmény. És a Szent István. És a Szent István. Igen, és az előadásban többek között a Síkh-Sándor István király drámáját elemezte. Indítványozta, hogy milyen jó lenne ismét előadni, mert rendkívül időszerű, rendkívül aktuális kérdéseket is boncolgatott, hatalom és szeretet kérdésében például. Mindenesetre az ő pályája nagy ívű volt, és arról nem beszélve, hogy 1939-ben a zsidó törvények, ugye emlékszünk rá, még vonatkoztak rá. Ennek ellenére 40-ben írt egy olyan verset, megmenekült egyébként, mint tudjuk, Ments meg Uram címmel, ebből egy rövid idézet: a virágtalan gyümölcstelen ágtól, a meddőségtől, lanyhaságtól, a naptalan és esőtelen égtől, ments meg Uram a szürkeségtől. Te 1939-et idézted, és az az érdekessége mindenek, hogy pontosan rá egy évtizedre született meg a Te Deum című verse, egy másik nagyon nehéz történelmi korszakban, és azt is hozzátehetjük, hogy Síkh-Sándort, mint tartományfőnököt arra kötelezte a hatalom, hogy ő döntsön bizonyos paptársai sorsát illetően, és ebben a nehéz helyzetben született meg ez a hála. Ennek ugye a Te Deum önmagában egy egyházi műfaj, hiszen azt is mondhatjuk, hogy a kereszténység Isten dicsőítő és háladó szépséges megnyilvánulása, mindenképpen a hálaadásnak a nagyszerű himnusza. Téged dicsélek és hálát adok mindenért. Ez az első sora ennek a versnek, és utána tulajdonképpen megköszön mindent. Az jutott eszembe, hogy Ady Endrének van egy gyönyörűséges Köszönöm, köszönöm, köszönöm című verse, amiben a jót és a rosszat, az élet szépségeit és rúdságait egyaránt megköszöni a feljebb valónak, hiszen ugye minden tőle való a ilyen költők szerint. Hadd idézzek egy másik irodalomtörténész, Cseh Varga is már röviden ezt írja erről a versről, hogy Síkh-Sándor az ige a szeretet hatalmáról és szépségéről tanúskodott, a krisztusi misztériumban élt. A szerzetes költő történelmi válságkorszakokban is Isten ölelésében élt és alkotott. Egy valamiről mindenképpen kell beszélnünk, hiszen a II. Világháború után súlyos atrocitások érték Síkh-Sándort. Hát ugye kizárták a Tudományos Akadémiáról, mint tudjuk, méltatlanul elfeledték, nagyon sokat tett az egyház ellenes politika azért, hogy ne fussa be azt a pályát, nem tanították, ő sem taníthatott. Ugye 1963-ban veszítettük el, de teljes egészében visszavonultatták, ha úgy tetszik. De a rendszerváltás után miért nem jött vissza? Tehát én ezen csodálkozom. Ez nagyon jó kérdés, mert azért 1990 óta, már előbb Márait említettem. Hát Márai nevét, amikor mi diákok voltunk, ki se ejtették az iskolában. Aztán mit ad a sors és az Isten? Ugye 89-ben lesz öngyilkos, 89 éves korában, viszont Márainak elindul egy óriási reneszánsz a 90-től. És hogy más példát mondják, más oldalról jött szerződ Vas Albert. Ugyanez volt a helyzet vele kapcsolatban is. Ezt nem értem egyébként igazából, mert azt például éppen Szörényi László is kimutatta, hogy esztétikailag milyen fontos dolgokat hozott létre, és egyáltalán az egyházi és a társadalom életben is fontos szerepet töltött be. Urbán László egyébként, a másik előadó, nagyon érdekes példákat hozott, ugyanis előásott a múltból
olyan Amerikában megjelent Sík Sándor verseket, amelyek Magyarországon alig láttak napvilágot, kötetben azóta sem, elszóra folyóratokban igen, tehát azt akarom mondani, hogy van adósság bőven. Erre nem tudok válaszolni, hogy miért volt csönd körülötte a rendszerváltozás után, de úgy tűnik, hogy a csönd most azért megtörik. Egy ilyen találkozó mennyit segít ebben? Hát, mindent nem old meg. Az biztos, hogy főként, hogy most itt beszélünk róla, mert netán máshogy is beszélnek az ilyen találkozókról, ez jobban ráirányítja a figyelmet az életműre, de nekem azért nincsenek illúzióim, mert olyan nagyon széles körben ezek a dolgok nem tudnak terjedni a mai világban. De hát az évfordulókra mindenképpen alkalmasak, és ezt mi itt Fehérváron is gyakran felhasználjuk, hogy jobban odafigyeljenek az emberek. Hogy például az iskolai tananyagba bekerül vagy nem kerül, ez nagyon érdekes kérdés. Egyébként ott is lesznek változások, mert a új tanterben szerintem lesznek olyan szerzők, akik korábban kimaradtak belőlük. Kérdés, hogy jó tesz az életműnek, hogyha tananyaggá válik. Ez is egy nagy kérdés, mert ugye a klasszikusok ott vannak bőven, de hát nem mindenki lesz attól sokkal népszerűbb, hogy kötelező olvasmánnyá válik. Igen, hát ez nagy dilemma mindenképpen. Egy rövid idézettel köszönök el én magam is, csak attól ments meg keresők barátja, hogy ne nézzek se előre, se hátra, tarts rajtam szent, nyugtalan ujjad, ne tűd, Uram, hogy bezáruljak. Azt hiszem, hogy Sík Sándorra emlékeznünk kell, hiszen 130 esztendeje született, és hát megköszönhetjük egyik oldalról az alapítványnak, másik oldalról mindnyájatoknak, akik ott voltatok, és próbáltátok a hallgatóságot meggyőzni arról, hogy foglalkozzanak Sík Sándorral. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Minden irodalom kedvelő nevében. Kedves nézőink, köszönöm Bakonyi Istvánnak, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Kellemes ének és zene a Gorzium Zeneiskola 12. osztályos diákjainak előadásában, kiállítás, fotó és borászati bemutató, csak néhány a kulturális szeletek közül, amelyekből ajándékot kaphattak az est résztvevői. A sokszínű rendezvényt már nem első alkalommal szervezte meg az otthont adó cég tulajdonosa, aki festőművész. Az utóbbi időben nem volt túl sok lehetőségem alkotni, és így kiállítást rendezni sem. Ezért megfogadtam, hogy mindig segíteni fogom a művésztársaimat, és hogy a művészetet sosem engedem el. Lehetőségem nyílt erre azért is, mert ugye a cégünk jól prosperál, mondhatjuk így, szükség van ezekre az otti termékekre, és hát így a beton szárnyalásával, hogy létrejött ez a bemutatóterem, így mostantól azt mondhatom, hogy ez egy galéria is, és ez most már a harmadik ilyen rendhagyó rendezvényünk, amikor meg tudtuk rendezni ezt az egészen jó hangulatú estét. A látogatók kezdő programként bemutatót tekintettek meg a 2016-17-18-as évekből Kérsz Tibor természetfotós az északi és a déli sarkvidékeken készített felvételeiből. Amikor beiratkoztam a kis falusi könyvtárba, csupa ilyen felfedezőkről, sarkutatókról olvastam könyveket, és azóta érlelődik bennem ez a gondolat. Igazából az 50-es évek közepéig csak álom volt, majd akkor elhatároztam, hogy igenis lépni kell a tettek mezeire, úgyhogy vásároltam tükörreflexes fényképezőgépet, beiratkoztam fototanfolyamra, elkezdtem fejleszteni technikámat, látásmódomat, és hát több évtizednyi álmodozás után végre sikerült a sarkvidékre eljutni, mint természetfotós, tehát nem mint turista, hanem fotós expedíció keretén belül. Soproni Kis Sándor festőművész közel 50 festményéből nyílt kiállítás, amelyeknek nagy része idei alkotás. Főként mediterrán témák vannak most, illetve filozófikus témák is, mert azért a bor, meg a tenger és az életöröm, az mondjuk nagyon-nagyon sok filozófiában jelen van, méghozzá magyar filozófikus alkotókat is tudok hozni. Mondjuk Hamvas Béla, Vörös Sándor ezekről ír. Tehát egyfajta taoista szemlélődő művek, de ugyanakkor meg az életörömről, a megfigyelésről és a tapasztalásról szólnak, de nem semmiképpen sem az elutasításról, és ezt próbáltam megragadni, hogy nem nyaralást próbáltam megjeleníteni, hanem egy olyan élményt, vagy egy olyan fajta szemlélődést, ami maga hát valahol a mindenséggel való kapcsolat, valahol az örömmel való kapcsolat, valahol a kicsit a hedonizmussal való kapcsolat, valahol arról szól, hogy élvezni kell az életet.
Az est folyamán a jótékonyság is nagy szerepet kapott, a tombolákból származó bevételek a Gorzium Zeneiskola és a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola alapítványához kerülnek támogatásként. Hoztunk teljes kiörlésű, illetve graham kenyeret, illetve teljes tésztából előállított, különleges, kézzel formázott termékeket. Mondok olyat, hogy sóskalács, fejesmákos, lisztes francia, mexikói, illetve császárzsemlét, ami kézzel készült. A találkozó vendégeként a magyar gasztronómiai kultúra egyik kiemelkedő borászképviselője is bemutatta Nemes Nedűit. Öt fajta bort hoztam, ezek közül többségében fehér szárazborok lesznek. Nagyjából a Riesling portfóliót, tehát ez egy ilyen kategória piramis most jelen pillanatban a Balatonnál kialakuló félbe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy alapbor, egy másodszintű és egy harmadszintű borok vannak ebben benne. Az alapszinten a Balatonbor kategória található, középen a hegybor, és a kategória tetején, vagy piramis tetején ott pedig a dűlőbor található. Závodszky Noémi a házigazda mosolya meggyőző, hiszen olyan különlegességeket élhetett meg a szépszámú közönség, ami megerősítette a szervezőket és a vendégeket egyaránt. Nagyon érdekes, de tényleg szó szerint picit így kiléptem a komfortzónámból, ez eleve a tér olyan, el sem tudtam képzelni, hogy itt hogy fogunk majd programot csinálni, mert eldugod zeges zugans, de ad egy elképesztő jó hangulatot hozzá, nyitott a közönség, úgy látom, érdeklődő, nagyon tetszik, hogy kultúra támogatók, akik a vendéglátóink, és én magam a mediterrán világot nagyon-nagyon imádom, és itt bárhova nézek, azt köszön vissza, úgyhogy én nagyon jól érzem magam. Az esten ismét bebizonyosodott, hogy a művészeti ágak, a fotó, a képzőművészet, a zene és a gasztronómia kapcsolódási pontjai vonzó jövőképet mutatnak. Igazi jutalomjáték Závodszky Noémi számára Duncan Macmillan a Dolgok, amikért érdemes élni című darabja. Az interaktív monodrámát a Vörösmarty Színházban mutatták be. A listát az első kísérlete után kezdtem elírni. Egy listát az élet apró dolgairól. Mindenről, amiért érdemes élni. A Dolgok, amikért érdemes élni című darab igazi jutalomjáték a negyedszázados jubileumát ünneplő Závodszky Noémi számára. Duncan Macmillan színdarabjának középpontjában egy kislány felnőtté válásának történetét követhetjük végig, akinek gyermekkorát édesanyja tragédiákkal átszült élete árnyékolta be. Annak érdekében, hogy ezzel a teherrel meg tudjon birkózni, listaírásba kezd, összegyűjti azokat a dolgokat, amikért valóban érdemes élni. A rendezői státuszban igazából csak az utolsó két hétbe csúsztam bele. A Noémi, Závodszky Noémi művésznő, 25 éves fehérvári színész tartózkodása, művészete ünnepére találtuk neki ezt a darabot, és igazából nagyon nagy része van a darab színpadra állításában, önmagára formálva az eredeti művet elkezdte rendezni, és nyilván egy adott ponton be kell, hogy lépjen egy külső szem, ez vagyok én, egy picit tulajdonképpen közös munkával még a helyre illesztettük az utolsó puzzle darabokat, de ez valójában azért a Noéminek a munkája javarészt. Aznap este késő jöttek értem az iskolába, és elvittek anyámhoz a kórházba. Egészen eddig a napig csak egyszer találkoztam a halállal, amikor elvesztettem a kutyámat, Marcipánt. Marcipán idősebb volt nálam, és nagyon fontos helyet foglalt el az életembe, de beteg volt, ezért eljött hozzánk az állatorvos, hogy elaltassa. Ez egy rettentően izgalmas, feszültségekkel, nevetéssel és sírással teli pár nap volt. Nagyon-nagyon élveztem a közös munkát vele, bármikor megismételném. És hogy mitől válik egyedivé az előadás? Nos, attól, hogy a nézők szó szerint a történet részeseivé válnak. A darab ugyanis sajátos, interaktív és improvizatív jelleggel íródott meg, így egy-egy ponton Závodszky Noémi a közönség soraiból választ magának segítő társat az adott jelenet megformálásához, hiszen az improvizáció a műsor abszolút lételeme. Lehetőségem volt nagyon sok mindent kipróbálni már, de ez számomra is egy nagyon új világ, egy nagyon új játszási mód. Tulajdonképpen szerintem Fehérváron még gyerekelőadások kivételével nem is volt arra lehetőség, hogy interaktív módon kommunikáljunk a közönséggel, úgyhogy
Izgalmas volt, bevallom őszintén, hogy nekem így a tegnapi nappal esett le egy nagy kő a szívemről, amikor először beültek a próbára megnézni, hogy elhittem azt, hogy működik. 123, Blöki, a zokni kutya. Meséltem már a listámról? Egy keveset. Tudod, a listáknak 1000 dologról, amiért érdemes élni. Hát, jól beszélgettünk. Háttal nem kezdünk mondatot. Most már elmehetek? Persze. De visszajössz? Aha. Szia. Csókolom. Ja. Mire anya hozzajött a kórházból, a listánál több oldalas volt, és 314 bejegyzés volt rajta. Oda tettem a párnájára, és ráírtam, hogy az élet apró örömei. Sosem beszélt róla, de tudtam, hogy elolvasta, mert kijavította benne a helyesírását. Lanka nénivel és Blökivel továbbra is találkozgattam hetente. A klasszikus tervem az az, hogy hiszek a megérzéseimben, és hogy nagyon, nagyon sok mindenre figyelek párhuzamosan, és igyekszem így a szívemre hallgatva megérezni azt, hogy kit válaszok ki. Elgondolkodtató, megmosolyogtató és egyben szívbe markoló utazás ez, amin Závodszky Noémi végigvezet minket. Eszünkbe juttatja, mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy észre se vegyük, mennyi szépség is rejtőzködik a szürkének titulált hétköznapokban. A darab egyben figyelemfelhívás, emlékeztető arra, mennyire magától értetődőnek vesszük azokat az apróságokat, amelyek úgy igazából a boldogságunk alapkövei. Elérkeztünk az év egyik legszebb időszakához, méghozzá adventhez. Az ünnepi várakozás alatt az illatos mézes kalácsütések ideje is megkezdődik, és van, aki ezt igazán művészi szinten űzi, Fodor Katalin alkotásaiból nyílt kiállítás a Mesterségek házában. Szebbnél szebb, díszesebbnél díszesebb mézes kalácsok sorakoznak az asztalokon, ablakpárkányon, vitrinekben. A karácsonyi édességek Fodor Katalin alkotásai, aki az évek során művészi szintre emelte a mézes sütemények készítését. Miután a gyerekem megszületett, utána mindig karácsonyra egy kicsit sütögettünk, de aztán az utóbbi időben felkéréseket kaptam, illetve megpróbáltam minél szebbeket csinálni, és ez most már így 8 évnek a munkája. 8 éve kezdtem el igazából foglalkozni vele, és mindig egy kicsit többet hozzátettem, egy kicsivel más formákat próbáltam ki, tehát hogy minél szebb legyen. És ez úgy gondolom, hogy most talán már annyira sikerült, hogy így meg is lehet mutatni. A mézes kalács sütés alapja a jó recept. Katalin is sokáig kísérletezgetett, mire megtalálta a megfelelőt. Receptúráját úgy dolgozta ki, hogy a tésztát ne kelljen hosszú ideig pihentetni, így a gyúrás után szinte azonnal jöhet a sütés. A mézes kalács éke a cukormáz, ami akkor jó, ha sűrű, tejfölszerű. Itt nincs helye a méregetésnek, hiszen a tojások nagysága is különböző, és ehhez mérten kell hozzáadni az ácitált porcukrot, citromlevet és sót. Persze a tradicionális finomság legfontosabb összetevője a jó minőségű magyar méz. Véleményem szerint a legjobb a virágméz. A repcemézzel is próbáltam, de azzal nem lesz jó minőségű a tésztája. A virágméz a legjobb, hiszen az egy picit, mikor megsül, karamellizálódik, és barnább lesz a tészta tőle, tehát szebbre sül, nem lesz olyan sárgat tőle. Katalin a hagyományos síkformák mellett térbeli alakzatokat is készít. Alkotásai között adventi díszeket, mécses tartókat, házikókat, mézes dobozokat és tálakat is láthatunk. Van egy tálforma, ami én kosárnak szoktam nevezni, de egy megfordított tálra van rásimítva a tészta, azonban megsütve, utána van díszítve. Fölötte van egy doboz. És arra gondoltam, amikor mézes kalácsot viszünk ajándékba, hogy ne cellofánban, ne papírban legyen csomagolva, hanem legyen egy ehető doboza, vagy egy ehető csomagolása is annak a mézes kalácsnak. A
díszes mézes kalácsokat december 21-éig láthatja a közönség Székesfehérváron, a Mesterségek házában. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben várjuk Önöket. Viszontlátásra!